Augusztus 10-én szombaton berobogtak a veszpások a Béla Király térre, hogy megtartsák újra hangulatos találkozójukat. Szabó Anna Mária, a Veszpa Klub Baliszka elnöke beszélt a nemzetközi esemény részleteiről. Igyekszünk színes programokat szervezni, kisebb-nagyobb túrákat a környéken, bemutatjuk természetesen Szekszárd látnivalóit, illetve a környező szépségeket. Együtt kirándulunk, esténként jót bulizunk, itt hamarosan majd felállítjuk a veszpákat, lesz egy Veszpa szépségverseny, arra várjuk a közönség szavazatait is, illetve gyakorlatilag este még majd nekünk lesz egy gálavacsoránk, ott pedig a mindenféle ügyességi versenyek, amiket megrendeztünk itt a néhány nap során, azoknak az eredmény hirdetése lesz, illetve a klubok köszöntése, hiszen 13 klub érkezett, ebből 8 magyarországi, Ausztriából érkeztek, még Szerbiából, illetve Olaszországból. A téren nem maradhatott el a bukós isakok megáldása sem. Kísérjen benneteket minden utatokon, amen. Vezessen el célotokhoz és adjon szerencsés megérkezést, amen. Arra a kérdésre, hogy milyen is a veszpás életérzést, nem lehet pontos választ adni. Anna Mária feleletét így kezdte, együtt dobban a szívük. Szerintem ezt meg kell élni, tehát amikor megyünk a veszpákkal, azt látjuk, hogy az emberek arcára mosolyt csalunk, hogy velünk mosolyognak, és ez nagyon jól mondtad, hogy ez egy életérzés. Tehát ezt tényleg érdemes megélni, és ahogy az atya is mondta itt az előbb a bukós isak áldás alatt, hogy itt van a legifjabb generáció, egészen picikek is elektromos játékveszpákkal, de már ők is érzik ezt, hiszen ebben nőnek fel a szülőkkel együtt utazva, részt vesznek ezeken a találkozókon, és így cseperednek fel ezzel az életérzéssel a szívükben, lelkükben. Horváth Ferenc, a Veterán Veszpa Klub Hungary elnöke egy egész gyűjteménnyel büszkélkedik. 2009 óta gyűjtögetem a veszpákat, jó pár darab volt már a kezém között. Most jelen pillanatban olyan 10-11 darab van a gyűjteményemben. A legidősebb az 1953-as, ez itt egy 1976-os, és csak ugye régi veszpákat gyűjtögetünk. Imádjuk Olaszországot. A gyermekkoromat egy autószerelő műhelybe töltöttem, úgymond. Tehát ott volt a járókám. Sok Alfa, Fiat és egyéb olasz autó között. Valószínűleg onnan jött ez az olasz szerelem. A látványos rendezvényen rengeteg járművet megcsodálhattunk, különböző színekben és méretekben pompáztak a szebbnél szebb olasz darabok.